Amióta az eszemet tudom, a tökéletességre törekszem. Meg sem fordult a fejemben, hogy ezzel valójában hátráltatom magamat. Nehezemre esett megérteni és elfogadni azt az állítást, hogy a kész jobb, mint a tökéletes. Hiszen a tökéletes az egyedüli olyan szint, amivel érvényesülni és haladni lehet. Legalábbis ezt gondoltam máig. Jobban belegondolva, azonban ráébredtem, hogy nekünk embereknek néha túl sok a tökéletes, túl nagy elvárás, és ezért túl sok értékes időbe kerül a tökéletes kergetése. Ráadásul, ha valamivel túl sok ideig elszöszmötörlünk azért, hogy tökéletes legyen, végül lehet, hogy tökéletes lesz, de valószínűleg egyben túl késő is. A kollégáimnak mindig azt mondom, hogy törekedjünk a tökéletességre. Ez az egyik fő irányelvünk. Ezzel nem is lenne semmi gond, hogyha nem kerülne néha túl sok időbe a tökéletességre való törekvés. Ezért jó, hogyha meghatározzuk a kész, talán nem tökéletes, de tökéletesen használható, és a tökéletes minden szempontból között a különbséget. A tökéletes minden szempontból az a legmagasabb szintű munka, szolgáltatás, termék. Ahhoz már akkor sem lehet semmit hozzátenni, ha az ember a feje tetejére áll. Viszont borzasztó nehéz ilyet készíteni. A kész talán nem tökéletes, de tökéletesen használható pedig olyan munka, termék vagy szolgáltatás, amit lehetne még tökéletesíteni, cicomázni, tuningolni, ellenben az az idő, amit mindezekre a plusz folyamatokra fordítani kellene, nem térülne meg. A kész talán nem tökéletes, de tökéletesen használható például lehet az a dokumentum, ami helyesírási hibákat nem tartalmaz, esztétikusan meg van formázva és a célnak megfelel. Ezen felül lehetne még színezni, formázni, fellécet és láblécet szerkeszteni hozzá, stb., amitől tökéletesebb lenne, de valójában ez már időpazarlásnak számít. A mai világban a gyorsaság fontosabb, mint az, hogy mennyire állunk közel a tökéleteshez. Ha mondjuk egy feladatról van szó, ami tegyük fel egy óra alatt elvégezhető, akkor egy skálán a következőképpen lehetne illusztrálni. És tudjuk, az idő pénz. Tehát mindig, amikor időt veszítünk, akkor egyúttal pénzt is kidobunk az ablakon. Például elindítanál egy vállalkozást, de készíted a tökéletes üzleti tervet, ami lehet, hogy soha nem készül el. Nagyobb hátrányból indulsz, ha a tökéletesnek vélt üzleti terveddel indulsz, mondjuk 2 év múlva, mintha most indulnál el azzal, amit van. Megsúgom, úgy sincs olyan, hogy tökéletes üzleti terv. Gyakorlatilag abban a reményben, hogy majd egy menő vállalkozásod lesz, elveszítesz 2 évet, amit már tapasztalat és pénzgyűjtéssel tudnál tölteni. Magam sem hiszem, hogy ezt mondom, de látod már, hogy mennyivel jobb a kész, mint a tökéletes? Sikert és boldogságot!